Iskolarendőrök kísérték fel ezeket a késő diákokat az osztálytermükbe a Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskolában. Többek között ilyen feladatokat látnak el szeptember óta az intézményben. Folyamatosan járőröznek az udvaron és a folyosókon. Ha a diákok kérik, tájékoztatást adnak a tantermekről, tanárokról, továbbá ha szabálytalanságot tapasztalnak, például ha a diákok nem viselik a maszkot, felszólítják őket a regulák betartására. Fülöp Mónika igazgató elmondta, intézményükben nem csak bent, hanem az udvaron is kötelező a maszkviselés, mivel az iskolába járó több mint 300 diák elkülönítése nem megoldható az épületek közötti mozgás miatt. Így a rend és a közbiztonság fenntartásában nagy segítséget jelent nekik az iskola rendőr. Az iskola ugye nagy területen, tehát nagy területen fekszik, és egy közút választja el a telepet, illetve az iskolát, és a közbiztonságban, illetve a közlekedési biztonságban nagyon nagy segítséget jelentenek. Az iskolarendőröknek eddig nem sok dolguk akadt a Palánki iskolában. Sem összetűzésbe keveredő tanulóknál nem kellett közbelépniük, sem egyéb intézkedést nem kellett tenniük. Az iskola igazgatója azt mondja, az esetleges feszültségeket eddig mindig könnyedén elsimították a tanárok. Előfordul, hogy diákok között esetleg konfliktus alakul ki, tetlegességig még nem fajult a dolog, de ezeket a problémákat, konfliktusokat azért a szaktanáraink, osztályfőnökeink meg tudják oldani. Országosan azonban nem ennyire kedvező a helyzet az iskolákban. Szeptember 1-e óta 12 alkalommal kellett kényszerítő eszközhöz folyamodniuk az iskola rendőröknek, akik összesen 257 esetben intézkedtek az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint. Összesen 443 intézményben teljesítenek szolgálatot az iskola rendőrök. Ezt vagy maguk az intézményvezetők kérhették, vagy az állami intézményfenntartó felmérése alapján jelölték ki az iskolát. A Csapó Dániel mezőgazdasági technikum és szakképző iskolába az utóbbi okán került iskola rendőr. Az intézményvezető véleménye szerint valószínűleg azért, mert az iskolában rendészeti képzés folyik.